Nemzeti konzultáció indul hazánkban Brüsszel, Oroszország elleni szankcióinak kérdéséről. A magyar kormány Európában egyedülálló módon a szankciók valódi elszenvedőit az embereket kérdezi meg arról, hogy mit gondolnak a büntetőintézkedésekről. Brüsszel döntései beláthatatlan következményekkel járhatnak, hiszen egyre több uniós polgár már most a túlélésért küzd. Stefán Zoltán folytatja a vendégen a gyermény. A 21. század intézet elemzője, Nagy Ervi, jó estét kívánok! Önök. Jó estét kívánok! Az Európai Bizottság a tagállamok képviselőivel a hétvégén egyeztetett újabb szankciókról egy javaslat csomag készült, amelyről majd októberben dönthetnek. Kevés dolog szivárgott kiérthető módon ezekről a javaslatokról. Az M1 brüsszeli tudósítója arról beszélt, hogy újabb emberek kerülhetnek tiltólistára, A gyémánt lehet az egyik olyan, amit szankcionálhatnak. Ez mondjuk pont Belgiumnak fájna a Antwerpen, a gyémánt világkereskedelem egyik központja. De hogy például az olajársapkant az Egyesült Államok szorgalmaz, az egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz terítéken, és hogy a nukleáris terület sem lesz szankcionálva. Mennyi mozgástér van még egy szankciós csomagban, és kinek az érdeke dominálhat? Azt tudni kell, hogy a szankciókat már sokkal te előbb, mint a háború kitörése megtörtént február 24-én, már előtte is, a Krím anektálásakor is az Európai Unió egyes tagországai személyekre, árura, szolgáltatásokra kivetett amik most leginkább napirenden vannak, azok a háború után születtek meg, és azok sokkal a szigorúbbak és sokkal a szélesebb körre vonatkoznak. Tehát itt is bizonyos árukról, személyekről van szó, ami nagyon fontos, diplomatákról, üzletemberekről. Itt már bejött ugye a pénzügy szektor is, mert a banki szolgáltatásokat is megpróbálják leválasztani az orosz banki szolgáltatásokat. Azon kívül hát megjelentek most már az energiahordozóra is bizonyos ötletek, ugye az olajembargóval kapcsolatosan azért történt egy szankciós csomag, amiből Magyarország kimaradt, Magyarországgal együtt Szlovákia és Csehország is, de hát újra és újra felmerül a gázzal kapcsolatos szankció is. Ebben leginkább az látszik, hogy az Egyesült Államoknak az érdeke dominál, ugyanis az LNG gázoknak, a különböző cseppfősított gázoknak a, a, az Európába való irányítás az az Egyesült Államok érdeke, de valóban azért nagyon bonyolultak itt az érdekviszonyok, mert azért jó látszik az, hogy az azért az egyes tagállamok, például Németország is próbál saját utakat kitalálni, de egyre inkább úgy látszik, hogy, hogy, az, ahogy gyengül Európa súlya, geopolitikailag, úgy az Egyesült Államok egyre inkább gyámsága alá helyezi, és ezekben a szankciókban is, ha nem is mindegyikben, de legtöbbször az Egyesült Államok érdekeit látjuk visszatükröződni. Ha valaki rápillant például az árfolyamokra, akkor láthatja, hogy a dollár forint árfolyama és az euró forint árfolyamánál például a dollár már értékesebb, de hogyha a dollárt az euróval hasonlítják össze, akkor ott is azt lehet tapasztalni, hogy a dollár erősödött. Egyébként érdekes adalék, hogy az amerikai Egyesült Államok a Fehérház oldalán található dokumentum szerint például az atomerőművek fűtőanyagára nem vetett ki szankciót. Igen, itt is vannak egyenlőbbek az egyenlőknél, de egyébként ha azt nézzük meg, hogy mennyibe kerül az energia mondjuk az Egyesült Államokban és Európában, akkor azt láthatjuk, az Egyesült Államokban sokkal olcsóbban jutnak hozzá a vállalkozások és a gyárak, és ugye ez versenyelőnt jelent. Tehát az energiának az ára minél alacsonyabb, annál erősebb a geopolitikai versenyben, gazdasági versenyben az a hatalom az Egyesült Államok ebben az esetben. Mit az elemzők? Ez egy pillanatkép most a geopolitika és a gazdaságok állapotáról, vagy akár egy folyamatnak az elején járunk? Én azt hiszem, ez egy folyamat. Tehát az, hogy az Egyesült Államok megérezte azt, hogy az az egypolúsú világrend, ami a hidegháború befejezése után, Magyarországon a rendszerváltoztatás után kezdett kialakulni, az megingott. Tehát egy új többpólusú világ kezdett kialakulni, amiben Kína is erős szerepet vállalt, és Oroszország is. Az Egyesült Államoknak a törekvése az erre vonatkozik, tehát megpróbálja legalább Európában a saját maga dominanciáját visszaállítani a szankciók mellett érvelők azt mondják, hogy Oroszországban 4% körüli gazdasági visszaesés lesz idén, úgyhogy az Európai Unióban még gazdasági növekedés is van. A bizottság elnöke Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a mosógépekből kell már kivenni alkatrészt ahhoz, hogy az orosz harci eszközök működjenek. ugyanakkor azt látjuk, hogy Oroszországban részleges mozgósítás történik. A sajtóírek szerint 300 ezer embert soroznak most be. Nem úgy tűnik, mintha a harcok végére készülnének. Mi a cél, mindig ez a kérdés, a szankciók a kapcsolatban, hogy a harcok véget érjenek, a recesszió a cél, egyáltalán az abból következik-e, hogy véget érnek a harci cselekmények Ukrajnában? a szankció, mint eszköz, az mindig is egy gazdasági háborús eszköz volt. Ilyen volt a hidegháború alatt, és ilyen most is. Egyértelmű célja volt ezeknek a szankcióknak az, hogy Oroszországot térdre kényszerítse, hogy az orosz rendszert, az orosz államot, legalábbis annak a gazdaságát megroppantsa, és ha kell, akkor Putyinnak a vagy a Putyin mögötti társadalmi többséget is meggyengítse. Ezzel arra próbáltak egy bizonyos célt megfogalmazni, hogy ezzel ö, visszavonja majd a csapatait Oroszország, vagy legalábbis fegyvernyugásig jutunk el. Most ez nem történt meg. Hogyha megnézzük, valóban eszkalálódik a háború, valóban Putyin ö, mozgósítást jelentett be, ráadásul most népszavazás van négy olyan megyében is, ahol elképzelhető, hogyha ez megtörténik, és utána majd a Duma ezt ö, az orosz parlament majd ezt ö, jogilag is megerősíti, hogy az orosz területnek fog számítani, és attól kezdve az oroszok, legalábbis így értelmezik, hogy az az ő területük, attól kezdve azt, ők már az ott folyó háborús eseményeket úgy fogják értelmezni, mint hogyha Oroszországot támadnák meg, ami egy nagyon veszélyes helyzetet teremt. Tehát minden jel arra mutat, hogy a szankciók nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, a háború meg sajnos tragikus, de eszkalálódik. És közben azt lehet tapasztalni, hogy Európa több városában is kimennek az ott élő polgárok, és azt mondják, hogy, hogy szeretnének másfajta energiapolitikát. Berlinben, Lipcsében is volt Németországban már tüntetés, a minap éppen Lubminban tiltakoztak a németek a szankciós politika ellen, de közben azt látjuk, hogy Annalina Bárbok külügyminiszter pedig kijelentette, hogy Ukrajna támogatása, és hogyha a között kell választani, mi a véleménye a német embereknek, akkor ő Ukrajna támogatását fogja választani. Meddig lehet ezt a politikát folytatni? Igen, ez egy sajátos demokrácia értelmezés, de nem akarok viccet csinálni ebből, mert ez véresen komoly. Tehát amikor a Németországnak a külügyminisztere arról beszél, hogy számára fontosabb az, hogy Ukrajnának fegyvereket, pénzt és más egyéb segítséget szállítsanak, mint az, hogy mit gondol a saját választópolgára, akkor az már nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet fel a demokrácia felfogással kapcsolatosan, de ugyanígy az érdekérvényesítéssel kapcsolatosan. Tehát én azt látom, hogy Németország és Európa sem tudja az érdekeit érvényesíteni a világpolitikában, és ezek a szankciók is egyre inkább gyengítik Európa pozícióját, és nagyon úgy tűnik, hogyha ez folytatódik, ugye most fognak majd lejárni bizonyos szankcióknak a határideje, ezeket hat kötője, nyolc hónapig hozták meg, akkor ezeket felül fogják vizsgálni, és nagyon úgy tűnik, hogy a bizottság, illetve néhány tagországnak a vezetője továbbra is szeretné ütni a vasat, továbbra is szeretné ezek a szankciók meglennének, sőt, még további szigoríták, vagy tovább terjesztenék a szankciós áruknak a körét. Orbán Viktor kormány ma az országgyűlésben arról beszélt, hogy a szankciókról az elit dönt. Sehol nem kérdezték meg az emberek véleményét, Magyarországon teszik meg ezt. Először utalta nemzeti konzultációra, ami indulhat, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. Ez már nem az első ilyen eset Magyarországon, a migrációs válsággal kapcsolatban is indult egy nemzeti konzultáció. Milyen felhatalmazást adhat ez a magyar kormánynak? A nemzeti konzultáció az már egyébként sokkal régebben létezik, mint ahogy az Orbán kormány 2010-ben átvette az ország irányítását, mert már 2005-ben is szervezett ilyet a Fidesz. De hogyha 2010 óta nemzeti konzultáció, nézzük, akkor mind-mind arról szólt, hogy bizonyos egyetértési pontokat próbált a kormány megtalálni a szavazópolgárok, Magyarország állampolgárai és a kormányzati munka között. Ezek vagy meg voltak, vagy nem. Voltak olyan kérdések is, amikre az emberek azt mondták, hogy ezt nem támogatják, és akkor azt a kormányzat nyilvánvalóan ennek fényében nem vitte tovább. Ilyen volt egyébként a gyermekek után járó szavazati jog, csak hogy mondjak egy példát is. De a bevándorlásnál egyértelmű volt akkor a felhatalmazás, a magyar nép Tényleg amellett döntött óriási tömeggel és óriási nagy többséggel, hogy a bevándorlással kapcsolatos kormányzati álláspontot, ami a bevándorlásnak a, a, a megfékezése, az illegális bevándorlás elleni küzdelmet jelentette, azt az Európai Unióban erősen képviseli a kormány. Most ugyanez a helyzet, a szankciós politikával kapcsolatosan valóban sehol nem kérdezték meg az állampolgárokat annak ellenére, hogy egyébként tényleg rengeteg városban tüntetések vannak emiatt, Magyarországon ez meg fog történni, és a kormányzatnak nyilvánvalóan az a célja, hogyha létre egy ilyen egyetértési pont, tehát a kormányzati politika és az embereknek a véleménye egybeesik, akkor azt a kormányzati álláspontot az Európai Unióban sokkal erősebben tudja majd képviselni, mint enélkül. Említett már példákat, fél percünk van az adásból a konzultációkra, de volt például ugye az alkotmányjal kapcsolatban is egy konzultáció, ami hát gyakorlatilag belügy, a migráció, amelynek más volt a megítélése Európában, de ez most egy olyan ügy, amelyről azt látni, hogy minden európai tagállamot érint minden európai tagállamot érint, és szerintem ennyiből fontos is lesz, mert azért a, az, európai, az, európai Unió tagországainak a vezetőinek szembe kell azzal nézni, hogy választások vannak mindenhol. Olaszországban is láthatjuk azt, hogy mit okozott az energiaválság, és szembe kell azzal nézniük, hogy el kell számolniuk a választópolgárok felé. Tehát ez a nemzeti konzultáció Magyarországon lesz, egyébként egy példaértékűvé is válhat a jövőben. Nagy Ervinnek köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.